nem csak az oktatásról szól ma már, úgymond a szakképzés, és nem csak egy-egy szakmának a szakmai tudásanyagának átadásáról, hanem természetesen itt a szakképző intézményekben ugyanúgy a nevelési feladatokkal, az életre való ráirányítással, vagy az útra terelésre, a karrierutak megmutatásával ugyanúgy foglalkozunk. Ez az első perctől kezdve. A pályaorientációs foglalkozások gyakorlatilag ebből nőtték ki magukat, hogy vidékre kimegyünk és elmondjuk, hogy miért fontos, miért jó, miért lesz perspektíva egy tanuló számára és szülő számára, hogy a gyermek ezt tanulja. A nagyobb korosztály, vagy az idősebb korosztályban természetesen már tudatosabb, hogyha esetleg már pályán van, de nagyon sok azért az olyan dilemmázó, még útkereső tanulónk, aki már bent van esetleg a képzésben, de még mindig kérdőjelek röpködnek nap mint nap. Úgyhogy ebben minden oktató kollégánk felkészülten kell, hogy segítse a tanulókat, mi pedig egy-egy ilyen programmal, fókuszáltan, célorientáltan, kiemelten én úgy gondolom, hogy ráerősítünk. A pályaorientációval megszólítjuk a diákjainkat, a leendő diákjainkat, becsábítjuk különböző szakmákban, különböző ágazatokban, és mindig azt ígérjük, hogy megmutatjuk nekik, hogy ezek a szakmák, ezek az ágazatokban milyen irányba tudnak tovább menni. Tehát egyértelmű, hogy karrier lehetőségeket is kell nekik biztosítani. Ezek a hetek arra vannak, hogy megmutatjuk a különböző ágazatokba azokat a cégeket, vállalatokat, akikkel mi együtt működünk, akik potenciálisan a mi diákjainknak a munkaerőpiacot fogják kínálni. Így már a tanulmányaik alatt bekerülnek ebbe a körbe, és sokkal egyszerűbb lesz a döntés, a választás vizsgák után, illetve a cégek is látják azt a lehetőségeket, amit a mi iskoláink kínálnak nekik. Volt egy időszak, mikor nagyon sokan elmentek, főleg Budapest irányába, viszont kezd megfordulni ez a tendencia. Azok, akik elmentek, én nagyon sok olyan emberrel beszéltem már, hogy jönnek visszafele, látják a gazdasági változásokat, és ami nagyon fontos, a mi diákjaink, annak is köszönhetően, hogy a Debrecen Egyetemmel is nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, nem csak a cégekkel, maradnak Debrecenbe, akár felsőfokú tanulmányaikat, akár a karrier érdekében itt a debreceni cégeknél. Megmutatja Debrecen, megmutatja a gazdasági környezet azokat a lehetőségeket, és most már ez egyre jobban kirajzolódik a különböző ágazatokba, hogy mi lehet, milyen lehetőségek vannak a diákok számára, ha akár egyetemet, vagy akár a mi képzéseinket elvégzik. Bízom abban, hogy egyre többen tapasztalják meg Debrecen város lakosai közül, hogy Debrecen ma tényleg a lehetőségek városa, legyen szó a legkülönbözőbb karrierutakról, a hagyományos szolgáltatóipari mesterségektől a leginnovatívabb technológiai foglalkozásokig. Debrecen mindenkinek tud az érdeklődése szerinti karrierutakat kínálni. A legfontosabb az, hogy mindehhez az oktatás, egy olyan oktatási rendszert építünk a város oktatásának legkülönbözőbb szereplőivel, ami felkészíti a fiatalokat ezekre a lehetőségekre. És nagyon fontos viszont az, hogy kiki már az iskolás évei alatt elkezdjen gondolkozni a hogyan továbbon. Tudatosan építjük azokat a karrier utakat, és informáljuk a fiatalokat is rendszeresen arról, hogy milyen lehetőségek várják őket majd a munkavilágában, hogy kiki már a diák évei alatt tudjon készülni a saját maga vonzódásai, elhivatottságai szerint a jövőbeli életre, hiszen még egyszer azt gondolom, és azt látom, hogy Debrecen mindenki számára tud most reális lehetőségeket kínálni.